Evezős kupa. Cél kiragadni a diákokat a virtuális világból. Pedagógus nap. A város is megemlékezett a nevelőkről. Fogápolás felsőfokon, terítéken a szájhigiénia. A csillogó mosoly, a megfelelő rágás és így a megfelelő emésztés előfeltétele az egészséges fogazat. Amíg minden rendben van, addig észesen vesszük, mennyire fontos szerepet játszanak életünkben az épp fogak. A probléma akkor kezdődik, amikor szuvasodni és fájni kezdenek fogaink. A fogak ápolása már csecsemőkorban megkezdődik. Amikor a tejfogak előbújnak, az ény átesik az első megpróbáltatáson. Fontos, hogy a tejfogak is legalább olyan mértékű ápolást kapjanak, mint az alattuk rejlő csontfogak, így megelőzhetők a későbbi ény problémák. Ami a fogakat roncsolja, az a cukros üdítő, illetve a cukros teának az állandó itatása a kisgyerekekkel. A gyermekek számára fontos, hogy semmilyen tevékenység ne legyen számukra kényszer. 3 éves kortól már tudatosan is szüleiket tekintik elsődleges példaképnek, így helyes fogápolási szokásaikat követve a fogmosás nem kényszer, inkább játék lesz számukra. És igenis, amikor már kibújt az első kis tejfogacskája, adjuk oda a kezébe a kis kádjába fürödve a fogkefét, tegyük rá a fogkrémet, nem baj, ha lenyeli vagy a pocakjára potyog. A sírdogáló kisgyereket gyakran cumival nyugtatják, ilyenkor a szopási reflex beindul, azonban a cumi az épp kibújó fogacskát nem hagyja megfelelően növekedni. Vannak megfelelően kialakított fogszabályzós cumik, amik kevésbé károsítják a fogakat. De az új szopás is, és a cumi is egyaránt hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a későbbi fogak ferdén nőjenek. Generációs probléma, hogy a gyerekek állkapos csontja kisebb, mint néhány évtizeddel ezelőtt, így a fogak ferdén nőnek, nem férnek el egymás mellett. Torlódás is előfordulhat, ez gyakoribb, és akkor fogszabályozásra utaljuk a kisbeteget, ahol nyilvántartásba veszik, és a maga a fogszabályozó szakember, szakorvos dönti el a kezelés kezdetét, mert minden eset más és más, és minden elváltozás más és más. A helytelen táplálkozási szokások, a kevés és nem alapos rágás, valamint a szakorvosi ellenőrző vizsgálatok elmulasztása mind-mind hozzájárulnak a fogszuvasodáshoz, az ínybetegségek kialakulásához, legvégső esetben a fogak elvesztéséhez. Ezért fontos hangsúlyozni, mekkora szerepe van az évente kétszeri ellenőrzésnek és a megfelelő kezelésnek. A fogorvostól pedig nem szabad félni. Hanem a rossz fogtól féljenek, a fájdalomtól. Az utóbbi időben javuló helyzet tapasztalható, a szülői mintának és az iskolák erőfeszítésének köszönhetően csökken az elhanyagolt fogazatú fiatal, akikből kezelt, de épp fogazatú felnőttek válhatnak majd.